Szinte teljesen megtelt a Mözsi Kultúrház, ugyanis idén utóbbi létesítmény adott otthont a 28. nemzetiségi napnak. A nagyon magas energiaárak miatt az utolsó pillanatig kétes volt a helyszín, hogy hol tudjuk megrendezni, de nagy örömünkre itt a Mözsi Kultúrház otthont ad számunkra. Ez a 28. nemzetiségi nap azért is fontos, mert ez az önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye minden évben. A kultúrát és a hagyományok ápolását szeretnénk fenntartani. Ehhez hozzá tartozik, hogy itt helyet adunk az iskolásoknak, óvodásoknak, hogy bemutathassák a tanévben tanult dalokat, játékokat, bemutathassák azt, hogy mit tanulnak ők a nemzetiségi oktatás keretén belül, illetve számunkra nagyon nagy öröm, hogy nem csak a helyi kórusnak vagy helyi kórusoknak adhatunk bemutatkozási lehetőséget, hanem minden évben hívunk a régióból, akár a régión kívül is más csoportokat. Az idei évben a Györkönyi Tánccsoport, Glöckner János német nemzetiségi tánccsoport fog fellépni, ők fogják színesíteni a műsorunkat, a Drittel Sextet duó mellett, akik hagyományos német, vagy jobban mondva hagyományos sváb zenét játszanak harmonikán. Szakmai fejlődését belső késztetés és az intézményi igények motiválták, mely egész életében végig kísérte. A német önkormányzat által 2020-ban alapított elismeréseket is átadták. Ezt minden évben három kategóriában hirdetjük meg, várjuk a jelöléseket. Civil személy vagy civil szervezet, pedagógus és egy kiemelkedő diáknak a német nemzetiségi tevékenységét szeretnénk így módon elismerni. Az idén egy pedagógusnak és egy civil személynek tudjuk átadni a német Tolnaváros német németségéért díjat. A pedagógus kategóriában Stadlerné Katzenberger Éva kapja meg, aki az idén tölti utolsó tanévét az iskolában, és a Vosinszky Moráltalános Iskola vezetősége úgy gondolta, hogy ő méltó a díjra, és az önkormányzat is helyben hagyta, tehát ő neki tudjuk átadni pedagógus kategóriában. A civil személyben pedig Steinbach Ferenc Gyula kapja meg az idén a díjat. Ő elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a életre keljen itt a Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata, hogy fennmaradjon a németség kultúrája és hagyományai. Mások mellett a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara is megmutatta magát a rendezvényen. Igyekeztünk minden alkalommal részt venni, amikor lehetőség volt rá. Voltak alkalmak, amikor másfelre is elhívtak bennünket, természetesen akkor egyszerre két helyen nem tudunk jelen lenni, de azért, hogy otthon fellépjünk és itthon mindig találkozzunk ismerősökkel, régi csoportokkal, az nagyon fontos számunkra. Minden évben legalább egyszer megmutassák itt a városban a németek magukat, a hagyományaikat, hogy őrzik, hogy ápolják, és hogy tudják továbbadni. Régi hagyományos énekeket válogattunk. Az az igazság, hogy kimondott mözsi énekünk az nincs, de mivel járjuk az országot, a megyét, igyekszünk a számunkra kedves énekeket összeválogatni, és azokat elénekelni minden alkalommal. A klub létszáma az tulajdonképpen 23 fő, most abból egy olyan 10-12 fő az, aki énekel rendszeresen, és ahogy mondtam az előbb, nagyon kéne az utánpótlás, kiöregszik a társaság, és hiányoznak a fiatal hangok.
a közönség soraiban mindig köszönhetjük a helyi civil szervezeteknek a képviselőit, a meghívott vendégeinket, az önkormányzat képviselőit és az idősebb korosztályt. A gyerekek pedig, ugye az iskolások, általános iskolások láthatják, hogy az óvodákban mit tanulnak, illetve fordítva is. Ez egyre nehezebb. A hagyományápolás, egyre nehezebb motiválni a fiatalokat arra, hogy részt vegyenek a kórusnak a munkájában, hogy tagjai legyenek a kórusnak. Hosszú évek óta próbálkozunk egy német tánccsoportnak a beindításával, ami nagyon-nagyon nehézkes. Ezt hozta a kor, hozza a járványok, tehát egy csomó nehezítő körülmény van, ami miatt azt gondolom, hogy egyre nehezebb, de ezért is tartjuk fontosnak a rendezvényeinket, mert azt látjuk, hogy a nagyszülők, a szülők kézen fogják a gyerekeket és elviszik a rendezvényre, megnézik, és talán reméljük, hogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak valamelyik kulturális csoporthoz. A programon Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere is részt vett. Beszédében arra buzdította a résztvevőket, hogy vállalják büszkén gyökereiket, német nemzetiségi identitásukat. Nem is olyan régen, néhány tíz évvel ezelőtt sem a nemzetiségünkhöz való hovatartozásunkat, sem a vallási hovatartozásunkat nem vallhattuk be, és immár jó néhány éve ezt megtehetjük, úgyhogy én azt kérem önöktől, ha még nem tették meg, és nem vettek részt a népszámlálásba, akkor vallják meg büszkén németségüket, én is ezt tettem. És ezt teszem akkor is, amikor a német nemzetiségi önkormányzati választások vannak. Tehát minden alkalommal, most már évtizedek óta ott is tudok szavazni a német nemzetiségi önkormányzatra, és nagyon köszönöm a német nemzetiségi önkormányzat valamennyi képviselőjének a munkáját, hiszen most már gyakorlatilag én 14 óta vagyok polgármester, azóta a második nemzetiségi önkormányzat van, és az előzővel is, és a mostanival is remekül tudott együtt dolgozni az egész képviselőtestület. Mi élére, illetve aminek ők az élére állnak, mi abban mindig segítjük őket lehetőségeinkhez mérten. Úgyhogy én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és a magyarok és a németek, illetve a német nemzetiségű magyarok ezután is, itt Tolnán és Mözsön is, nagyon jól meg fogják magukat érteni. Nem tudom, tudják-e, hogy Tolna megye a második olyan megye, ahol a legtöbb német nemzetiségűnek valló, az előző népszámláláskor a német nemzetiségűnek valló ember él. Én azt gondolom, hogy addig, amíg vannak olyan lelkes emberek, akik egy-egy kezdeményezésnek az élére állnak, amíg meg tud alakulni egy nemzetiségű önkormányzat, addig, amíg vannak nemzetiségi óvodák, az iskolákban van német nemzetiségi nyelvoktatás, és nem csak a nyelvet, hanem a többi hagyományt is őrizzük, hiszen akár a művészetben, akár a táncban, énekben, esetleg a gasztronómiában nagyon-nagyon sok olyan érték van, amit érdemes megőrizni. És ha mi nem őrizzük, és nem adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor lehet, hogy 30 év múlva már sokkal kevesebben lesznek itt egy ilyen alkalommal. A nemzetiségi nap hátra levő részében további fellépők szórakoztatták a megjelenteket.